Kedves érettségire készülő diákok, kedves végzősök! Köszöntelek benneteket az ELTE Bölcsészettudományi Karának támogatásával megvalósuló Magyar Emelt Magabiztosan videósorozat 4. részében. Én Kejsz Ágoston vagyok, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium magyar szakos vezető tanára. Ebben a videóban az egyik szövegalkotási feladatról lesz szó. Emelt szinten, mint ezt bizonyára tudjátok, két szövegalkotási feladatot kell a vizsgázónak kidolgoznia. Egy műértelmező feladatot és egy reflektáló feladatot. A műértelmező feladaton belül minden évben a tételkidolgozó bizottság dönti el, hogy milyen feladatot ad. Lehet olyan, hogy egy művet kell értelmezni, erről volt szó az előző videóban, és lehet olyan is, hogy két mű összehasonlító értelmezése a feladat. Erről lesz szó most ebben a videóban, hogyan lehet az összehasonlító értelmezést sikeresen, színvonalasan megoldani. Fontos tudni, hogy az összehasonlító műértelmezés lehetősége az emelt szinten újdonság. Korábban ez a feladattípus a középszinten volt választható feladat, általában kevesen választották, mert ez egy nem annyira egyszerű feladat. Idéntől viszont 2024-től az emelt szinten szerepelhet a műértelmező feladatban ez a feladattípus, ha a feladatösszeállítók így határoznak, vagy így döntenek. Ebből adódóan, hogy hiszen ez is tulajdonképpen egy műértelmező feladat, az alapvető sajátosságai nagyon hasonlóak ahhoz, mint amit az egymű értelmezésénél láthattunk. A terjedelme 600-800 szó, lira, epika vagy dráma műneméből egyáltalán egyaránt származhat a szöveg. Ugye általában azért itt a lira az, ami a középpontban állhat, hiszen két novellának vagy két epikus szövegnek az összehasonlítása azért jóval nagyobb feladat. Itt is lehet olyan, hogy ismert vagy nem ismert szerző van, lehet olyan, hogy az egyik vers ismert, a másik nem ismert, vagy az egyik szerző ismert, a másik nem ismert, és ennek az összes variációja. Csak magyar alkotás szerepelhet. Az értékelési szempontok ugyanazok, a tartalom 25 pont, a szerkezet 5 pont, a nyelvi igényesség 10 pont. A harmadik videónkban ennek a részletes ismertetését láthatjátok. És a javasolt időbeosztás is hasonló, tehát ugyanúgy javasoljuk azt, hogy a szövegalkotás lépéseit járjátok végig. Ez is egy körülbelül 130-150 perces komoly, koncentrált munkát igényel. Mit is vár ez a feladat? Mik az összehasonlító elemzés sajátosságai? Ugye igazából ugye mintákat vagy példákat csak a korábbi évekből meríthetünk, látni fogjuk, van egy mintafeladat emelt szintről az összehasonlító feladatból, a hivatalos feladatok viszont ugye csak középszintről állnak rendelkezésünkre. De abban közös mindegyik, hogy általában két olyan vers, most szűkítsük erre, két olyan vers áll a feladat középpontjában, amely valamilyen közös témával vagy motivumhoz kapcsolódik. És a feladat az, hogy a hasonló témát az adott két szöveg milyen különböző megközelítésből, milyen különböző költői eszközökkel tárgyalja. És ezt kell a vizsgázónak az esszében bemutatnia, számba venni tulajdonképpen az azonos vagy hasonló témából fakadó különbségek és rokonságoknak a sokaságát. Az elmúlt négy évben, vagy az elmúlt négy középszintű feladatlapon ezeket a témákat láthattuk. Tehát például mondjuk 2023. májusában két nagyvárathoz kötődő szöveget kellett összehasonlítani, Janus Pannoniusnak a Búcsúvárattól című ismert elégiáját, illetve Juhász Gyulának a kevésbé ismert versét Váradról. Vagy például a legutóbbiban 23. októberében a szerelmi vágyódás variációit láthattuk. Ugye itt például Vörös Marti és Petőfi esetében két, ugyan Vörös Marti idősebb volt, mint Petőfi, de hogy két majdhogy nem tulajdonképpen kortárs szerzőnek a műveit kellett összehasonlítani. A létösszegzés, ugye Arany, ugye egy fél évszázad előzi meg mondjuk Tóth Árpád életművéhez képest. Tehát, hogy hasonló témák, különböző megközelítések, ez az összehasonlító feladat lényege. Itt van néhány konkrét feladat is, tehát itt van például ez a Petőfi és Vörös Marti vers összehasonlítása. Ugye azt mondja, értelmezze a két költeményt, hasonlítsa össze a két alkotást, vesse egybe a két líraén szerelmi vágyódásának költői kifejeződését, dolgozatában mutassa be a költemények szerkezeti sajátosságait, valamint térjen ki a művek poétikai eszközeinek jelentés formáló szerepére is, és nagyon hasonló a másik feladat, Gyóni Géza és Radnóti Miklós üzenet a kedvesnek és a levél a hitveshez, még a címében is hasonló szövegeinek az összehasonlítása.
Mielőtt egy konkrét példát mutatnék, néhány nagyon fontos, alapvető tanácsot szeretnék adni az összehasonlító elemzéshez. Az első, ami nagyon fontos dolog, hogy az összehasonlító elemzésnek a lényege nem az, hogy két rövid elemzést egymás után írjatok a két versről, hanem ezzel szemben a feladatkínálás szempontjai szerint párhuzamosan kell értelmezni a két művet. Tehát a dolgozat struktúráját a szempontrendszer adja ki, és nem az, hogy először az egyik, aztán a másik műről írsz, és aztán vége. A szempontok szerint haladsz, és azon belül mutatod be az adott szempontok szerint az egyes műveket. Fontos az is, hogy arányosan kell fölépíteni az esszét, tehát a két szövegre nagyjából hasonló figyelmet kell fordítani. Az nem jó megoldás, hogyha mondjuk valaki csak a Vörös Marti versről ír, vagy nagyon sokat ír, és kicsit ír a Petőfiről. Nagyjából hasonló fontosságot, jelentőséget kell tulajdonítani az összehasonlító elemzés mindkét szövegének. És végül az is nagyon fontos, hogy számba kell venni a különbségeket és az azonosságokat, de ez ne csak egy leltár legyen, hanem ezeket értelmezni is kell. Hogy vajon mit jelent ez, hogyan kapcsolódik a szöveg megfogalmazásai önmagukhoz, tehát ez egy értelmező művelet is. Előfordulhat olyan, hogy az egyik szöveg tantervből ismert vers, itt lehet használni ugye a szövegről már ismert elemzési szempontokat, és előfordulhat olyan is, hogy ugyan a vers nem ismert, de a szerzőről lehet tudni valamit, akkor a szerzőről ismert tudást föl lehet használni, és be lehet építeni az elemzésbe. Nézzük meg egy konkrét feladat példán keresztül, hogyan érdemes megközelíteni az összehasonlító elemzés feladatát. Ez az egy, amit emelt szintről ismerünk, hivatalos feladatot. 2021-ben az Oktatási Hivatal kiadott emelt szintű mintafeladatokat is, és ott szerepelt ez az összehasonlító elemzés. Berzsenyi Dániel a Közelítő tél című verse, ez szerepel a kötelező versek, kötelezően ismerendő szövegek között a kerettanterben, illetve Juhász Gyula Ősz című verse. A vers maga nem szerepel a tanterben, Juhász Gyula költészete viszont igen. Tehát egy ismert vers és egy ismert szerző verse áll itt egymás mellett. Nézzük meg a feladatot. Előtte a videó leírásában található linken kérem, hogy mindenki olvassa el a verset, és az a legjobb, hogyha ez valahogyan egy másik ablakban megnyitva, vagy papíron ott van előttetek, miközben a következőket hallgatjátok. Remélem sikerült elolvasni a verset. Nézzük meg a feladatot. Értelmezze az alábbi költeményeket, ez azt jelenti, hogy sokféle szempont felvethető, még a feladat leírásán túl is. Elemezze bennük toposzaik lehetséges jelentéseit, itt ugye az ősz, az évszakokra kell elsősorban gondolni, valamint a költői én és a megjelenített táj viszonyát. Ez egy nagyon konkrét dolog. Térjen ki a tájleírás eszközeire és az alkotások poétikai sajátosságaira. Ez a kettő azért átfedi egymást. És itt is, miként láthattuk az egymű értelmezésénél, ugye a tartalom szempont szerint akkor helyezhető a dolgozat a legmagasabb kategóriába, vagyis akkor adható rá 20 és 25 pont között a tartalom szempontnál, ha ezt a négy összehasonlítási szempontot, vagyis a poétikai jellemzőket, költőjén és a tájviszonya, a tájleírás eszközei és a toposzok jelentés, lehetséges jelentése mind szerepel, vagy mind szerepelteti a vizsgázó a dolgozatában. És mindegyikéről természetesen érdemi megállapítást kell tenni. Tehát ez a javítási útmutatóban mindig a tükre tulajdonképpen a feladat kiírásnak. Ez jelenti azt, amit láthattunk az előző videóban, amikor azt mondja a javítási útmutató, hogy akkor adható a tartalomra, hogy a legfelső kategória szerinti pontszáma a feladat kiírás összes szempontjára valaki reagál. Nézzük sorban. Ugye fontos dolog, úgy érdemes nekilátni egy lirai mű összehasonlító elemzésének, éppen úgy egyébként, mint az egyműnél, én azt javaslom, hogy írjátok föl magatoknak egy lapra ezeket a szempontokat, és gyűjtsétek köré az egyes szempontokat. Lehet akár ezt ilyen táblázatos formában is csinálni egyébként, hogy azt fölírod, hogy Berzsenyi verse, Juhász Gyula verse, és alá szép sorba írod a megállapításokat, akár több kis táblázatot szerkeszteni az egyes szempontok alapján. És az szépen kiadja egyébként, hogy mi az, ami a közös, és mik azok, amik az eltérő vonások. Nézzük sorba, ugye poetikai jellemzők közül ugye azért ilyen alapvető megállapításokat lehet tenni, hogy Berzsenyinél a
klasszicista költői eszközöket láthatjuk, a mitológia, a verselés, a szöveg szerkezete, ugye ahogyan ott elkülön a tájnak a leírása, és a végén az érvelő rész, ugye ez távolról emlékeztethet bennünket a piktúra és szentencia kettősségére, akár amit Csokonaitól is ismerhetünk. Ugye ezzel szemben Juhász Gyulánál ez egy impresszionista, inkább a hangulatokat megidéző vers, ahol tulajdonképpen a tájnak a leírása és a beszélő személye sokkal inkább összemosódik. Berzsenyinél ez hangsúlyozottan elkülönül, no, a kettő között az összefüggés igen szoros. Juhász Gyulánál viszont a beszélő végig hangsúlyosan jelen van, és az ő szubjektív érzékelésén keresztül látjuk ezt az őszi tájat, míg Berzsenyinél ugye az elején ott inkább olyan, mint hogyha ez egy objektív leírása lenne a tájnak. És ugye ezzel együtt már is ugye a költőjén és a táj viszonyára is kaphatunk valamilyen választ. Ugye közös pont benne az egyébként, hogy végül is a beszélő magára vonatkoztatja az őszi táj sóhajta elmúlást egyébként, tehát ez egy közös eleme a szövegnek, csak még Juhász Gyulánál ez tulajdonképpen egyszerre történik, Berzsenyinél van ennek egy logikai rendje. És Juhász Gyulánál ugye mindez kiegészül például az alkonynak a toposzával, tehát az évszak toposz mellé ott egy ilyen napszak toposz is belép. Ezt csak azért raktuk ide a diára, hogy lehet akár ilyen kis halmazábrával is gyűjteni a gondolatokat, mi az, ami a közös, mi az, ami a kettő versben esetleg eltér. A tájleírás eszközei. Tehát például mondjuk közös elem a két versben a negatív festés. Ugye negatív festésnek nevezzük azt, amikor a hiányokat látjuk egy versben. Nincs ez, nincs az, nincs amaz, ami ugye fölidézi tulajdonképpen az egykor volt szebb, kellemesebb múltat. Jelzőszerkezetek, a hanghatások mindkét versben fontosak egyébként. És aztán vannak különbözőségek. Ugye ez a nézőpont, hogy Berzsenyinél ez a táj inkább egy külső nézőpontból mutatkozik meg, Juhász Gyulánál, mintha egyé válna a tájjal, és részben belőle jön az ő versében, ez egy fontos szempont egyébként. És itt is a toposzok hasonló jelentését láthatjuk, ugye az ősz az elmúlást, a végesség érzetét kelti, nem utal újjászületésre egyébként, mint ahogyan ugye a tavaszból következhetne ez, de egy ember életében ez nincsen. Berzsenyinél ott a tavaszt és a telet is említi, míg Juhász Gyulánál, ahogyan említettem korábban, megjelenik az alkonyat és a fa képe. Fontos dolog ez, hogy előfordul, hogy az egyes feladatkírásnak az egyes szempontjai összeérnek egyébként. Itt például ebben a feladatban ezt láthatjuk, hogy nehéz elkülöníteni azt, hogy akkor most egy-egy gondolat hová is tartozik. Hogyan építsük fel a gondolatmenetet? Ahogyan az előbb említettem, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, az esszé szerkezetét nem az határozza meg, hogy sorban először az egyik verset, először Berzsenyiről, aztán Juhász Gyuláról írunk, hanem a szempontok szerint kell sorban haladnunk. Akkor lesz jól áttekinthető az esszé, hogyha a feladatkírás szempontjait érvényesítjük, ez többféle sorrendben is lehet, és persze lehet más szempontokat is felvetni, vagy más logikai rendet is építeni, mint amit a feladatkírás diktál, de akkor is az egyes témáknak mind meg kell jelennie. És persze lehet attól még olyan rész a szövegben, ahol inkább az egyik műre fókuszálunk, természetesen, de hangsúlyozom, a szerkezetét nem a két mű elkülönített elemzése kell, hogy kiadja. A szöveg körülbelül ugyanúgy, mint az egymű értelmezésénél 10-12 bekezdés hosszúságú, nagyjából ez tűnik célszerűnek, lehet hosszabbat is írni, akkor végül kevesebb bekezdésetek lesz. Ugye ennek alapján egy javasolt megoldás, az elején bevezetés, utána itt is érdemes valamilyen központi gondolatot felvetni egyébként, akár az ősz toposzával kapcsolatban, az elmúlással kapcsolatban, akár valamilyen irodalmi műfai szempontot. És utána jöhetnek sorba az egyes elemzési szempontok, poétikai jellemzők, a tájleírás eszközei a költőjén, és a tájviszony a toposzok jelentése, végül valamilyen befejezés, összegzés. Itt, hogy elég mechanikusan a feladatkiírás egyes szempontjait rendeztük sorba ezen a dián, de hangsúlyozom, más jó megoldás is lehetséges. Néhány javaslat a bevezetés és a lezárásra. Kiindulatunk például valami a toposzok irodalmi fogalmából. Elegáns kezdés lehet. A magyar és az európai irodalom gazdag toposzokban. Az utazás, a kert vagy éppen a sziget motívuma sokféle jelentésénél fogva különösen alkalmas arra, hogy a versek vagy prózai művek kiinduló pontja lehet.
Gyakran gondolhatjuk azt, hogy a költészet valójában ugyanazokat a témákat használja újra és újra, ám ha közelebbről megnézzük ezeket a toposzokat, láthatjuk azt is, hogy jelentésük változik. Így van ez az ősz és az évszakok gyakran fölmerülő metaforájával. Berzsenyi Dániel a közelítő tél és Juhász Gyula ősz című verse kiváló példával szolgál arra, milyen közös elemei és eltérései lehetnek az ősz toposzájuk, és akkor már is rajta vagyunk a gondolatmeneten. Kiindulhatunk a két szerzőből is egyébként. Ugye, amit összekapcsolatja Berzsenyit és Juhász Gyulát, mindkettejükre valamilyen borongós borulátás volt azért jellemző. Nem véletlen, hogy pont mondjuk őnáluk olvashatunk egyébként az őszről, bár szinte minden költőnek van ilyen jellegű verse. De ez a valamilyen veszteségélmény, elmúlás érzet, ez azért mindkét szerzőnek egy tematikájának egy jellegzetes sajátossága. Megtehetjük azt is, hogy valamilyen általános emberi tapasztalatból indulunk ki. Mondjuk egy átlagos ember élet során akár 70 alkalommal is átélhetjük a természet újjászületését, kivirágzását, lehanyatlását. Nem meglepő tehát, hogy ez a minden korszakban azonos élmény a világirodalom egyik meghatározó toposza lett, amely különböző változataiban jellemezi tudja a születés és az elmúlás élményét. Ha belegondoltok, 500 éve is, ha ugyanilyen éghajlat volt, akkor az ősz hasonló dolog volt, hullottak a falevelek, az ember lelkét ugyanúgy megérintette az elmúlás, mint ma. Berzsenyi Dániel és Juhász Gyula művét egy évszázad választja el egymástól. Nem tudhatjuk biztosan, de minden bizonnyal több hasonló őszt is megélt a két költő, olvasmányaikból pedig ismerték az ősz korábbi irodalmi megközelítéseit. Tehát a befejezésünk reflektálhat, vagy visszakapcsolhat, visszacsatolhat a bevezetésben megfogalmazott gondolathoz. Érdemes néhány szófordulatot is megjegyezni. Ugye idegen nyelvórán szoktunk ilyen kifejezéseket tanulni, hogy hogyan lehet vitatkozni. Vannak például olyan kifejezések, amelyek az ellentétet segítik, még Berzsenyinél, addig Juhász Gyulánál, ezzel szemben, viszont azonban ám, Berzsenyinél inkább előtérbe kerül az, hogy mint amennyire Juhász Gyula valamit mond, érdemes változatosabban használni különféle ilyen nyelvi eszközöket, amelyek szembeállítanak egymással különböző tulajdonságokat a két versben. De hasonlóságokra is vannak szép fordulatok. Berzsenyi épp úgy kiemeli azt, mint ahogy Juhász Gyula is hangsúlyozza. Berzsenyi és Juhász versében egyaránt jelen van, mind Berzsenyi Dániel, mind Juhász Gyula versében fontos, kiemelkedő jelentőségű. Akár az egyiket nézzük, akár a másikat, ugyanarra jutunk, és így tovább. Tehát használjatok változatos nyelvi eszközöket a hasonlóságok és a különbségek kifejezésére. Hogyan lehet mindenre készülni? Ugyanúgy, mint amikor csak egy mű van, javaslom más műértelmezések példájának a tanulmányozását. Itt is nagyon fontos a műelemzés szempontrendszerének áttekintése. Ehhez ismét ajánlom a könyvünket, ebben találtok sok érdekes példát, és van benne egy összehasonlító elemzés a Csokonai a reményhez, és József Attila Imád meglehetem hazámat című verséhez egyébként, bevezetésjavaslatokkal, elemzési szempontokkal és lehetséges válaszelemekkel. A korábbi évekből érdemes a középszintű összehasonlító elemzéseket megnézni, ott is sok hasznos tapasztalatot lehet szerezni. És ugyanúgy, mint az egymű értelmezésénél, érdemes az egy-egy elemzést részben is kidolgozni egyébként, megírni a bevezetőt és a lezárást, vagy a gondolatmenetet fölépíteni egyébként, egy-egy részt vagy bekezdést megírni. Nem kell mindig a 600 szavas esszét elkészíteni. Az ugye egy elég komoly nagy munka, olyatból is legalább kettőt érdemes megírni egyébként, de az is nagyon hasznos gyakorlás, hogyha csak a gondolatok összegyűjtését gyakoroljátok, vagy a gondolatok elrendezését, vagy egy-egy részletnek a megírását, az is nagyon-nagyon hasznos lehet. Végezetül köszönöm a figyelmet ehhez a videóhoz is. Ennek a videónak is az elkészültét szakmailag az ELTE két intézete, a Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet, valamint a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet támogatta, amelyek a magyar szakos hallgatók, illetve a leendő magyar tanárok képzéséért is felelős. Köszönjük szépen a figyelmet!